Légy, ami lenne. Férfi. József Attila, tudod, hogy nincs bocsánat, versével kezdődött a fesztivál. Kellett egy pár hét, mire rendesen megtanultam az előadásmódot is, de amúgy jó volt, élveztem. A 6. osztályos Bence Bálint a tavalyi megmérettetésen első helyezést ért el. Idén a választása Petőfi Sándortól a Pató Pál úrra esett a papája miatt. Ugye arra utal, hogy Pató Pál úr milyen hanyag, hogy olyan igazi magyar, hogy ő mindenre, majd úgy később, ráérünk arra még, igazából ennyi. Juhász Magda álomhajóját is hallhattuk egy másodikos diáklány előadásában, azért ezt választotta, mert nagyon szereti a kalózokat. Egy éjjel kalózok támadtak rám, de persze kéznél volt a paritján. Ettől a sok zsivány úgy megijedt, elúsztak és szabad lett egy sziget. A nyugdíjas iskolaigazgató első alkalommal vett részt a zsűriben. A költészet napja alkalmából most már 15. alkalommal tartja meg a város, illetve a művelődési ház ezt a versmondó fesztivált, ami egy nagyon-nagyon szép hagyomány, és nagy-nagy öröm tölti el, azt hiszem, a pedagógusokat és a háznak a dolgozóit is, hogy nagyon sok gyerek jelentkezik. Úgyhogy örömmel fogadtuk, és örömmel láttuk, hogy ilyen sokan jelentkeztek a mai alkalomra is. Az idei alkalommal volt a legnépesebb a jelentkezők száma. Tulajdonképpen a versválasztás az első szempont, hogy a gyermek életkorának, fejlettségi szintjének, az egyéniségének megfelelő verset válasszon, és az eddig hallottak alapján azt kell mondjam, hogy tökéletes választás volt mindegyik. Tehát a zsűri minden egyes tagja erre a maximális 3 pontot adta, hiszen nagyon jól választottak a gyerekek. A 3 tagú zsűrinek komoly feladatot jelentett kiválasztani a legjobbakat.